Tegnap beszéltem bátyámmal, aki amikor még annó egyetemista volt és járt fesztiválokra, akkor nagyon szerette a Hiperkarma koncerteket, és itt van most a stúdióban Torma Gábor, Frank zeneszerző, aki annó a Hiperkarmában is volt, de most már nem a Hiperkarmáról lesz szó. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A 8. lemezedről, amelynek címe Kilövés, és amely most már március 1-e óta elérhető, és akik holnap ellátogatnak a Turbinába, akkor ebből ízelítőt, vagy akár az egész repertoárt kaphatják. Igen. Is. Kilövés. Miért is ez a cím ennek az új lemeznek? Azért, mert van egy utolsó szám a lemezen, ami egy instrumentális, és úgy kezdődik, mint egy ilyen űrkilövés az egész, tehát egy ilyen názás hangok vannak benne, és egy ilyen ambientes, szintetizátoros, lassú, instrumentális darab, és akkor ennek azt a címet adtam, hogy kilövés, mint amikor kilövik a rakétát. Ez több értelmű nyilvánvalóan, és akkor ezért lett a cím a kilövés, mert jól hangzik. Mi ez a több értelem? Hát a kilövés, hát ebben most nem mennék bele. Milyen a repertoár ezen az egész albumon? Főleg elektronikus zene van rajta, amit még nem csináltam soha. Tehát, hogy szerintem a zene az annyira sokrétű, hogy bármi belefér részemről. Tehát volt már rockos lemezem, volt popos lemezem, volt ilyen kicsi klasszikus zenébe hajazó lemezem, és most kitaláltam, hogy csinálok egy elektronikus lemezt. Ebben nincsenek élő hangszerek, csak szintetizátorok, meg dobgépek. Miért döntöttél? Mert érdekes kihívás. Szóval nekem mindig az a legfontosabb, hogy nekem tetszen, és nekem legyen egy kihívás ebbe az egész dologba, és valami olyat csináljak, ami nekem érdekes. Az, hogy másnak is érdekese, az egy megint egy másik dolog. Kiderül, majd hányan lesznek akár. Kiderül, hogy majd hogy hányan lesznek, meg hogy mennyi hallgatják ezt meg. A lényeg maga az alkotás, és maga az út. Amikor már odaérek, akkor már nem olyan érdekes. Akkor már a következőre koncentrálok. Tehát már a 9-et írom. Tehát már most inkább arra koncentrálsz, azt, hogy most ez... Az már kész van, az már mindegy. Lemennek a koncertek, de igen. Hogy már a te fejedben inkább a következő. A 9-dik már meg van írva félig. Ja, hogy már meg is írtad. Igen. Na és milyen volt ez az út? Akkor meddig tartott ez az út? Hát ez tavaly kezdődött el. Tóth Andris nevű DJ kollégámmal együtt csináltuk a lemezt, és hát megírtam a dalokat, és hát egy hosszú folyamat volt. Az a igazság, hogy nagyon elégedetlen vagyok mindig a saját munkáimmal, és maximalista vagyok, beteges módon maximalista vagyok, és addig nem engedem ki a dolgokat a kezemből, amíg én úgy nem gondolom, hogy az jó, és utólag se szeretem. Elégedett vagy utólag? Mert az ilyen emberek azok még azzal se elégedettek. Nem, soha nem vagyok elégedett, mindig elégedetlen vagyok, és pont ezért van, hogy utálom meghallgatni a lemezeimet, mert mindig csak a hibákat hallom benne. Tehát, nem tudom, hogy ez jó vagy nem jó. Minden esetre én szeretem, hogyha minden helyén van, és minden jó meg van csinálva. Utólag visszahallgatva már régi lemezeimet, néha így azt gondolom, na, ez végül is nem olyan rossz. Na, azért ez már legalább jó. Azért az jó, hogyha az ember elégedett azzal, azért ez jó érzéssel tölt. Abszolút, igen. És azért nyilván jó a maximalizmus, mert az egyfajta igen. Profizmust ad, igen. De azért valamivel meg is kell elégedni, úgymond. Igen, az se jó, az jó, mindig elégedetlen az ember, az se jó, tehát az nem az se jó. Ez az utazás tehát úgy nagyjából egy évig tartott, és akkor most már azon agya az, hogy akkor mi lesz a következő, annak igen. A fele meg is van. Az milyen lesz? Erről már elárulsz? Az pedig egy elektronikus, félig elektronikus, félig élő, tehát lesz csomó élő hangszer. Egy csomó ilyen sanzonos dolog lesz benne, de elektronikával keverve és ilyen hangszerekkel, meg popzene összekeverve, és a felét azt Londonban fogom fölvenni, a másik felét meg itthon. És az mikor lesz, amikor már eljutsz oda, hogy akkor az felvétel? Hát nyáron veszem föl, megyek ki Londonba, ott egy hetet töltök el, ott veszem föl az egyik felét, és akkor itthon pedig a másik felét ilyen ősszel, és ez decemberibe ki is fog jönni a lemez. Akkor ez meg is lesz idén gyakorlatilag. Szerintem meg, igen. De persze embertervezésre végez, ugye? Hát meglátjuk. Tehát tavalyra is, vagy idénre két lemezt terveztem, de nem sikerült. Mert ugye... Annyi ötletem van, hogy nem már szétfeszít, szóval, hogy annyi ötletem van, és annyiféle dolgot akarok csinálni mindig, hogy időben nem fér egyszerűen bele. Ez egyen jobb, mint hogyha nem lenne ötleted, nem? Hát abszolút, meg egy friss családapaként mondjuk, az se olyan egyszerű, tehát hogy az se olyan, hogy
hogy azt csinálok, amit akarok, mert ott van egy kicsi gyerek, azért az kicsit más. Nekem két hónapos most a kis. Két hónapos? Hát akkor neked még az eleje. És hogy bírod? Jó, jó nagyon együttműköd, egyébként fontos. Na jó, jó, akkor jó. Nekem két éves. Két éves. No, akkor nagyon sok sikert az alkotáshoz, a koncertekhez, mindenhez. Köszönöm szépen. Hogy eljöttem.